Avád szerint a férfi 2024. március 23-án a késő esti órákban megjelent Újszászon egy elhagyatott háznál, ahol az egyik szobában éjszakázott rendszeresen egy 53 éves férfi. Neki először azt mondta, hogy őt kirabolták, és az elkövető abba a házba szaladt be. Erre az ott tartózkodó férfi közölte, hogy oda biztosan nem ment be senki. Ezt követően a férfi cigarettát kért tőle, majd elővette egy borotvát, amit szétnyitott, és pénzt is követelt a sértettől. Azt mondta neki, hogy addig van ideje a pénzt odaadni neki, amíg elszívja a cigarettát, különben el fogja vágni a torkát. Ezt követően át is kutatta a sértetnek a ruházatát, és ott az abban talált 500 forintot magához vette, majd még egyszer megfenyegette a sértettet, hogy ha erről bárkinek beszélni mer, akkor elvágja a nyakát, majd a helyszínről távozott. Másnap este újra találkozott a két férfi Újszászon, és a vádlott ismét pénzt kért a sértettől, aki a korábbi fenyegetések miatti félelmében a nála lévő 600 forintot és egy doboz sört is átadott neki. Az ügyészség a vádiratában a büntetett előéletű férfival szemben fegyházban letöltendő szabadságvesztés büntetése, közügyek gyakorlásától eltiltásra, valamint az elvett értékek erejéig vagyonelkobzásra tett indítványt. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog dönteni, a férfi letartóztatásban várja a döntést.